A következő Hisense eszköz az asztalon még az évelején tesztelhettem le, egy majd 2 milliós, vagy talán 2 milliónál is drágább volt mini LED televíziót, és egy parti hangszórót, amikben egyáltalán nem csalódtam, úgyhogy nagy izgalommal vártam, hogy a kezeim közé kaparintsam, és jól leteszteljem ezt a nagyon kis dizájnos mini lézer projektorukat, pontosabban a Hisense C1-es kis projektort. Mint látjátok, ez egy ilyen ordozhatóbbnak mondhatóbb dolog. És amit itt érezhetően megcélzott a Hisense, az a felhasználó barátság, úgy igazából, hogy minél könnyebb legyen beüzemelni, használni, A-ból B-be átrakni, hogyha éppen ugye máshol akarsz valamit nézni és kivetíteni. Szóval eléggé oda lett rakva ez a dolog, erről lesz szó a következő pár percben. Az első olyan projektorok egyike, ami támogatja a Dolby Vision technológiát, és ezt automatikusan fel is ismeri. Tehát, hogyha olyan cuccot játszol le rajta, akkor át is vált abba az üzemmódba. Trikoma lézermotor dolgozik a fényforrás helyén, piros, zöld és kék lézerekkel, amikre a Hisense 25 000 üzemórát ígér, ami azért egy darabig elég lesz. És szemgyönyörködtető, 110%-os színlefedettségre képesek. Volt nálam ledes projektor már tesztel, és ott beszéltem is a szivárvány effektről. Itt a lézer projektornál én nem vettem észre, tehát nem láttam semmi ilyesmit. Amit a felvételen láttok, ezeket a csíkokat, ezek nincsenek ott szabad szemmel, ezeket nem lehet látni. Ez azért van, mert a kamerának a zár sebessége nem egyezik meg azzal a képfrissítéssel, ami éppen ki van betítve ugye a projektor vászorra. Egyébként ugye erre a vászorra vetítettem. Hát látjátok, hogy mekkora. Tehát az a baj, hogy kamerán nem feltétlenül jön át egy felvételen, hogy milyen hatalmas felületre tud vetíteni ez a projektor. Ennél nagyobbra is lehet, ez csak egy durván 2 méter széles projektorvászon. Szóval a kamerámból sajnos annyit tudtam kihozni. Néha azért ott vannak ezek a csíkok, de látszik azért, hogy ez a 4K-s projektor mennyire szép képet vetít. Maximum 300 szolos képet tud kivetíteni 4K-ban, ami egy elég komoly kertmozi. Nagy kár, hogy nem tudom letesztelni. Pár ezer forintos vászon egyébként, tényleg ez valami szutyok. Nyilván egy fehér falra ugyanúgy ki lehet vetíteni, élvezhető lesz, de a maximális felhasználói élmény miatt kell egy projektor vászon, és nem feltétlen ez a legolcsóbb. Ezt csak azért vettem annó, hogy tudjak projektorokról tesztvideókat csinálni. 300 col, gyerekek, hát az óriási, hát az hatalmas felület. 4,5 kilós a súlya, ezért is mondtam a kompaktságot. Lehet pakolni ide-oda. Látható egyébként itt az alján ez a kis mount, ez a csavar bemenet, tehát föl is lehet tenni bizonyos állványokra. Meg láthatjátok ezt a kis 4 lábat, ezek bizony tekergethetők kifelé, szóval tudjátok szintezgetni, hogyha éppen ugye szeretnétek magatoknak nagyon frankon beállítani a képet. Azért egy projektor képének a beállítása időigényes, vagyok őszintén. Itt lehet vele játszani ugyanúgy, mint bármelyik másik projektornál, hogy belőd magadnak tökéletesen, de ezzel szemben ugye a Hisense, mint mondtam, a felhasználó barátság vonalán tovább menve, bizonyos automata funkciókat, feature-öket építettek be, hogy minden szögből ugye élvezhető képet vetítsen. Szóval a beüzemelése rendkívül egyszerű, aminél nagy segítségünkre lehetnek az autofókusz, az auto keystone és az automatikus képillesztés is. Bemenetekben sem szenvedünk hiányt, kapunk digitális audio kimenetet, LAN kábel bemenetet, audio kimenetet, USB 2.0-as csatlakozás, 2 HDMI csatlakozást, amik közül az egyik 2.1-es, és egy USB 3.0-as csatlakozást. Itt a szélén ez a kerek gombszerű cucc, ez semmit nem csinál a gyerekek, ez ilyen design akar lenni szerintem. A Hisense Vida operációs rendszere fut rajta, hasonló kép ugye a mini LED-es tévéjükhöz, ami nálam járt, és ott panaszkodtam is, hogy néha sokat gondolkozik, amit biztosan meghallgattak, mert itt egyáltalán nem tapasztaltam ilyesmit. A felület átlátható, könnyen használható, a népszerű streaming szolgáltatások applikációi előre telepítve vannak, csak internet kell, amit Wi-Fi-n és LAN kábelen csatlakoztatva is tudunk adni a kicsikének, bejelentkezünk és már élvezhetjük is kedvenc filmjeinket, sorozatainkat. Szerencsére a gamerekre is gondoltak, ha nem is a leggyorsabb, a maga 42 millisekes input lagjával 4K 60 Hz-en, azért így is élvezhető a teljesítmény a beépített játék üzemmóddal.
A kontrasztarány az, amivel még nagyon elégedett vagyok, és a feketék. Nyilván nem egy OLED TV vagy egy mini LED TV, de egy projektorhoz képest igenis rendkívül mély feketéket kapunk. Nagyon szép az összkép, látszik a felvételeken is. A projektoron magán is találunk egy-két gombot, amivel tudjuk irányítani az eszközt, de nyilván jár hozzá egy frankó kis távirányító, ami hasonlóképp a TV-jükhöz. Távirányító, tehát nem csak 4-5 gomb van rajta, hanem megtalálunk rajta egy csomó gombot, egy csomó dedikált streaming szolgáltatós gombot. Nekem ez így van rendben. Egy távirányító így nézzen ki. Kapott továbbá 2x10 wattos JBL hangszórót, amivel támogatja a Dolby Atmos-t. Szépen tisztán szól, egész jók a mélyek is. Felvételen ez nem jön át úgy, hogy nem is igazán erőltettem én ezt. 700 000 forint körül mozog egy ilyen projektor, ami szerintem árérték arányban. A piacot megvizsgálva, a méretet, amekkora képet ugye tud vetíteni, a minőséget, ez árérték arányban rendben van. Köszönöm az újabb lehetőséget a Hisense-nek, hogy letesztelettem egy ilyen frankó kis projektort. Amit nagyon szeretnék még kipróbálni, hát az elég húzó sztori, hát ha eljut hozzám egy tesztre, a lézer tévéjük, olyan dolgok is vannak ott Hisense házatáján, ez is nagyon brutál, sőt, azt kell, hogy mondjam, őszintén szólva, projektor párnapos használata után én eldöntöttem, hogy nem veszek többet tévét. Tehát legközelebb biztos, hogy valamilyen projektor lesz az, amire beruházok, ami nézzük a bizonyos tartalmakat. Nem nagyon lehet belekötni a kicsikébe, az az igazság. Ha tetszett ez a videó, mindenképp nyomjatok egy lájkot, hát ha lesz belőle egy Hisense Laser TV teszt is majd, és kommentben várom a véleményeket a projektorra kapcsolatban, vagy esetleg azzal kapcsolatban, hogy TV vagy projektor. Ti melyik oldalon álltok? És minden infót bővebben megtaláltok a leírásban, hogyha valamit nem mondtam volna el a készülékkel kapcsolatban. Legközelebb találkozunk. Szevasztok!